Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Hét hírében. Már teljes érettségi lázban égnek a végzős diákok, azonban néhány nappal ezelőtt még az ünneplésé és a búcsúzásé volt a főszerep. Makón 4 középiskolájából több mint 200 diák ballagott el. Stábunk is jelen volt az eseményeken, amelynek képeit most egy csokorba fűztük és meg is mutatjuk Önöknek. A HSC Makói Návai Lajos Technikumban is elbúcsúztak iskolájuktól és tanáraiktól, valamint az elmúlt évek szép emlékeitől a diákok. 2 osztály, 4 szakma, 34 tanulója kapta meg tarisznyáját. Idén Asztalos Amandának ítélték az Angyal Sohaj Alapítvány díját, aki eredményeivel kiérdemelte a Stenger Gizella díjat is. Szekeres Dóra Lili Návai díjat vehetett át. Pénteken kezdetét vette Makón is a ballagások sora. Többek között a HSC Návai Lajos Technikum és Kollégium végzős fiataljai is körbejárták az iskola falait, így búcsúzva tanáraiktól és társaiktól, majd az udvaron a családtagjaiktól megkapták a virágcsokrokat. Az ünnepségre az intézmény tornatermében kerítettek sort. Zenés és verses műsor színesítette az ünnepséget. Papós András igazgató beszédében kiemelten ejtett szót arról, hogy a pedagógusnak mi okoz örömöt. Az, hogy itt vannak. Szinte azzal a létszámmal, ahogyan a szalagavatón is. A mi munkánknak ez ad értelmet. Befejezték. Megtanulták, eddig megvagyunk. Ami hátra van, vizsga. Használják ki a maradék időt, legyen biztos a tudásuk, és sikeres az a nap is. Én már csak sikeres vizsgát és boldog, tartalmas életet kívánok Önöknek. Török Béla szakmai igazgató helyettes megosztotta, hogy intézményükből hány diák ballag el, és milyen fontos útravalót fogalmazott meg számukra. 2 osztály, 4 szakma, 34 diák. A 4 szakma a festőmázoló, tapétázza, a kereskedelmi értékesítő, a heggesztő, a gép és CNC forgácsoló. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy olyan diákokat képezzünk, akik majd az ipar területén megállják a helyüket. Itt a duális képzőjegyek segítségével úgy gondolom, hogy szakmára képes és ütőképes fiatalokat tudunk elbocsátani. Útravalóan annyit mondtunk nekik, hogy próbálják magukat megvalósítani, illetve próbáljanak a szakmában elhelyezkedni, hiszen rengeteg lehetőség várja őket. A hagyományokhoz híven az Angyal Sóhaj Alapítvány idén is ösztöndíjjal jutalmazott egy kiemelkedően teljesítő tanulót. Ennek célja, hogy az adott diák tovább tanulását segítsék. Az ünnepségen Varga Márta kuratóriumi tag nyújtotta át az elismerést Asztalos Amandának, aki továbbá kiérdemelte a Stenger Gizella díjat is, amelyet Kozák György kollégium vezető adott át. Jelenleg leginkább a hála, ami megjelenik a tanáraim, a családom és a barátnőm felé, Szekeres Dóra felé, mert végig ott állt mellettem és támogatott. Hát először is az érettségi, ami mindkettőnknek elég eredményes volt, másrészt pedig a rengeteg verseny országos, nemzetközi, amikre elmentünk és eredményesen jöttünk haza. További számos elismerő oklevelet és jutalmat osztottak ki a jól tanuló példás magatartású diákok számára. Mindezek mellett a tantestület döntött a Návai díjról, amelyet Szekeres Dóra Lili vehetett át. Régóta szerettem volna elsősorban felkerülni a suliba, büszke vagyunk tablóra, meg hát volt egy ilyen vágyam 9-ben, és most hihetetlen, hogy sikerült, ráadásul így kifejezetten jó volt, egy meglepetés volt, és nem számítottam rá, úgyhogy nem is tudom elmondani, erre vágytam tényleg. A 12 fős osztály osztályfőnöke volt 3 éven át Hidasi Andrea gazdasági szakos tanár, aki meghatódva osztotta meg gondolatait az elmúlt évekkel kapcsolatban. Nagyon változóak a gyerekek személyiségei, mindegyikőjüket szeretem. Nagyon sokat próbáltam velük beszélgetni és értéket adni nekik, hogy szép emlékkel és örömökkel távozzanak innen az iskolából. Vizsgára is próbáltunk úgy felkészülni a korosztályuknak, a generációnak megfelelő módszerekkel. Remélem és kívánom nekik a sikereket, és velük együtt izgulok, ők az első osztályom. A fiatalokra még szakmai vizsga és érettségi is vár, így nem dőlhetnek hátra, mert még tudásuk legjaváról kell számot adniuk az elkövetkezendő időszakban.
73 diák kapott ballagot arisznyát a Juhász Gyula Református Gimnázium Technikum és Szakképzőiskolában. A diákok körbejárták iskolájukat, majd a belvárosi református templomba vonultak át, ahol kezdetét vette az ünnepség. Az eseményen átadták az Angyalsóhaj Alapítvány díját, melyet Mohácsi László eltett át Farkas Éva Erzsébet polgármestertől, a szervezet fővédnökétől, valamint dr. Jeszenszky Diána oratóriumi tagtól. Az idei évben három osztály 73 diák vállára akasztottak ballagó tarisznyát Makó egyetlen református középiskolájában. A hagyományokhoz híven, miután búcsút vettek a végzősök szeretett intézményüktől, osztályfőnökeik felvezetésével vonultak át a templomba, ahol kezdetét vette a ceremónia. Elsőként Talpas Petra beosztott lelkész szólt a ballagókhoz, majd Aszódiné Pernye Szilvia igazgatóztatta meg gondolatait. Beszédében kiemelte, hogy a technikumi képzésben résztvevőkkel még egy évig találkozni fognak, és a gimnáziumi tanulókat mindig nyitott kapukkal várják majd. Nem könnyű a búcsúzás, amikor ide jönnek hozzánk 9-be, teljesen ismeretlenség veszi őket körül, ismeretlen falak, ismeretlen tanulók, ismeretlen diákok, és mára már a szívünkhöz nőttek, mára már egy nagy családnak a tagjaivá váltak. Én nagyon-nagyon sok szeretettel gondolok és emlékezek rájuk vissza, és nagyon sok sikert kívánok nekik az érettségi vizsgákhoz, és azt kívánom, hogy minden álmuk és vágyuk váljon valóra, és ha ők úgy érzik, hogy szeretnének hozzánk visszatérni, a Juhász Gyula Református Gimnázium Technikum és Szakképzőiskola kapuja, és mi oktatók bármikor szeretettel várjuk őket vissza. A búcsúzó diákok is megköszöntek minden tanáraiknak és szüleiknek. A legjobb tanulók és versenyeredményeket elérők jutalomban részesültek, de a közösségi munkát is értékelték. Hagyomány, hogy ezen az alkalmon adja át díját az Angyalsóhaj Alapítvány, melyet az idén Mohácsi László vehetett át. Elmondta, hogy az évek alatt mi mindent kapott az iskolától. Ez az iskola szerintem egy nagy család, és olyan sok mindent kaptam, például barátokat, ismerősöket, kapcsolatokat. Például elmehetünk a BV-hez, akkor rendőrség, katasztrófavédelem. Sok olyan program volt, ami miatt érdemes volt ezt az iskolát választani. A ballagás záró akkordjaként feltűzték a végzősök az emlékszalagot a zászlóra. Az ünnepségen közreműködött műsorával a forgatós táncegyüttes és énekelt Börcsök Erika. 70 diák búcsúzott el idén a József Attila gimnáziumtól, amelynek intézményvezetője köszöntőjében azt kérte a szülőktől, legyenek büszkék a gyermekeikre, hiszen felnőttek, és most életük egyik legnagyobb mérföldkövéhez érkeztek. Az iskola, akikre büszkék vagyunk elismerésben, idén Fazekas Andrea és Takács Gergely részesült. Az Angyalsóhaj Alapítvány díját pedig Kuszki Ara Hanna kapta. A hagyományokhoz hűen az Erdei János sportcsarnokban tartotta meg idén is ballagási ünnepségét a József Attila gimnázium, amelynek 70 tanulója fejezte be most a tanulmányait. Oroszné Kopányi Katalina köszöntőjében hangsúlyozta, a fiatalok rendkívül sokat fejlődtek az elmúlt években. Ezt jól bizonyítja az is, hogy összesen 40 középfokú és 10 felsőfokú nyelvvizsgát is letettek a tanulmányaik mellett. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy meggyőzzük a szülőket, a gyerekeket, hogy bennünket válasszanak, és akik itt vannak, meg is hálálják nekünk. Eredményeikben, hogy gimnazistához méltón viselkednek, és elég érettek ahhoz, hogy köszönetet tudjanak mondani pedagógusaiknak az értük végzett munkáért. Ez a közel 130 éves intézmény kiművelt emberfőket adott az országnak, akikre büszkék lehetünk, és csak remélni tudom, hogy ez így is marad, és a Makói József Attila Gimnázium továbbra is a város zászlós hajója marad. Az ünnepségen kiosztották a kiváló tanulmányi eredményekért járó díjakat is. Az Akikre büszkék vagyunk oklevelet két végzős tanuló, Takács Gergely és Fazekas Andrea kapta meg, akiket a legfontosabb iskolai élményeikről kérdeztünk. A közösség családias volt, ilyen befogadó. A tanárokat én imádom őszintén. Ők támogatnak minket, motiválnak, hogy elérjük céljainkat, és nehéz időkben tanácsot adnak nekünk. Nekem a legnagyobb ajándék, vagy a legjobb dolog az ebben az osztályközösség volt,
mert arra nagyon sokat fektettünk, de persze a tanulmányokban is, tehát azért rengeteget fejlődtünk. A makói középiskolák diákjai közül egyet-egyet az Angyalsóhaj Alapítvány is díjaz minden évben. Ezt az elismerést a civil szervezet fővédnöke, Farkas Éva Erzsébet polgármester és Vargáné Szaladós Klára kuratóriumi tagadták át Kúsz Kiara Hannának. Én először, amikor a középiskolai felvételit írtuk, akkor voltam itt úgymond, mint termekben jobban belelátva dolgokba, és hát vártam, meg úgy döntöttem végül is, hogy ide jövök, annak ellenére, hogy nem indult biológia szak, mert szimpatikusak voltak az itt dolgozó tanárok. A közösség eleinte azért nehezen alakult ki ugye az online oktatás véget, de a tanárainkkal viszonylag jól megtaláltuk a hangot, kimondottan az osztályfőnökünkkel, Szilágyi Judit tanárnővel. A végzős diákoknak a ballagás után nem sok idejük maradt a pihenésre, hiszen hétfőtől kezdve már az érettségi vizsgák várták őket. Másfél osztály közel 30 diákja ballagott el az Alföldi ASC Galamb József mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolából. Az Angyalsóhaj Alapítvány díját dr. Csikota József kuratóriumi tagadta át Kotrocó Ádámnak. A ballagások sora tovább folytatódott a Galamban is. Az intézmény végzősei osztályfőnökeik felvezetésével a diáktársaik, illetve szüleik, rokonaik sorfala között vonultak át az iskola udvarán a sportpályára, a ballagási ceremónia helyszínére. Horváth Zoltán beszédében kiemelten ejtett szót a jogszabályváltozásról, így az intézményükből másfél osztály közel 30 diákja ballag el. Az igazgató az első nap pillanatait elevenítette fel, és már a jövőbe is tekintett. Álljunk meg, álljanak meg ebben a rohanó világban, és gondolkozzanak el azon, hogy milyen érzés volt először belépni az iskolába, és milyen érzés lesz majd kilépni a szülői házból. Én ezekkel a gondolatokkal kívánom önöknek azt, hogy tanulmányaikat tovább folytatva életük végéig tanuljanak, életük végéig készüljenek föl arra, hogy a tudásukat átadhassák, hiszen hamarosan önök is kezükben fogják majd tartani gyermeküket. Az ünnepséget verses énekes műsor is színesítette. Menni kéne, mozdulni végre, visszatart valami még. Az esemény hagyományok közé tartozik, hogy minden olyan tanulót külön díjban részesítenek, aki a kitűnő tanulmányi eredményei mellett a közösségi munka területén is kimagaslóan teljesít. Továbbá átadásra került az Angyalsóhaj Alapítvány elismerése is, amely idén is pénzjutalommal járult hozzá egy tehetséges diák jövőjéhez. A Galamb iskolában dr. Csikota József kuratóriumi tag Kotrucu Ádámnak nyújtott át az elismerést. Nagyon vegyes érzelmeim van, mert egyrészt örülök, hogy vége lett az iskolának, másrészt meg szomorú vagyok, mert nagyon jó társaságot fogok itt hagyni. Ez az 5 év alatt nagyon összekovácsolódott a csapat. Azok mellett, hogy volt egy másfél év kihagyásunk szerencsétlen Covid miatt, de nagyon jó csapatot alkottunk, és kicsit szomorú vagyok, hogy ezt itt kell hagynom. Nagyon örülök az alapítvány díjának. Ez a gépész verseny, ez számomra egy felfoghatatlan dolog, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen eredményt fogok elérni. Úgy voltam vele, hogy megpróbálom, aztán majd lesz, ami lesz. Hát hál' Istennek jól jött össze, szóval így a 7. helyezést megkaptam, és nem kell vizsgáznom, tehát megkaptam automatikusan a technikusi bizonyítványt. Szabó Imre osztályfőnök meghatódva osztotta meg, hogy osztályában 16 mezőgazdasági gépész és 3 kertész végzett. Továbbá érzéseiről is beszélt. Egy tömény 3 év áll mögöttünk. Nagyon sok jóban, rosszban volt részünk, közösen, külön-külön, de úgy gondolom, hogy azt a célt, amit én megfogalmaztam már régóta magamban, hogy mi nem azért vagyunk itt, hogy megbuktassuk a gyerekeket, hanem azért, hogy szakmát adjunk a kezükbe. Ezt a célt elértük. És én úgy gondolom, ez a legfontosabb, hisz ezek közül a gyerekek közül, ha elengednénk némelyiknek a kezét, már itt,
nem tudom, mi lenne belőlük. És én bízom benne, hogy sikerült embert faragni belőlük. Ez például az is körülött, hogy fussa az anyag. Tehát, hogy lehessen faragni miből. De lehetett. Az ünnepséget követően a fiatalok családjuk körében ünnepeltek. A diákok nem dőlhetnek hátra, mivel rájuk még vizsgák várnak. Ennyi fért mai Hét hírénkben, én köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. További szép estét kívánok, viszontlátásra!